Ha kimondja egy nyugati történész, vagy egy amerikai történész, hogy magyar történelmi misztérium játék, akkor ez azt is kimondta, hogy aki a magyar nemzet ellen fordul, az az ég ellen is fordul, mert a misztérium játékban mindig arról van szó, hogy ki áll az ég oldalán, és ki az ellenfele. Tehát a magyar küldetéstudatban régen is benne volt, és ezt felismerik. Hát a misztérium játékról is csak ezért beszélhetünk, hogy a magyarság különleges feladata az élő égi igazság méltó szolgálata, amit úgy is felfoghatunk, hogy Krisztus pártján Krisztus legfőbb ellenfele ellen fordulni, illetve közéjük állni. Tehát ez a magyar küldetéstudatban nagyon fontos volt. És akkor mondhatjuk, ami megnyugtató gondolat, hogy ez történt Trianonban is, hogy akit Istenre emelt fegyverrel próbálnak megsemmisíteni, az nem semmisülhet meg, hanem csak legyőzhetetlenné válik. Tehát ez akkor a magyar jövendő.